első hallása az, hogy nemzeti sajtófőnök kicsit száraznak tűnhet, de higgyétek el, nem az, mert ennek a titulusnak a birtokosa dolgozik a legszorosabban együtt az F1-es pilótákkal. Ő mondja meg nekik, hogy mikor, hová kell menniük, ugyanakkor ő segít az összes interjú megszervezésében, hogy ti minél több és minél érdekesebb információt kapjatok a magyar nagydíjakról. Tóth Anita ma a vendégem, aki amellett, hogy a mi munkánkat is felügyeli, abban a különleges helyzetben van, hogy ő maga is 27 éve újságíró a nemzeti sport színeiben, tehát képben van. Pontosan tudja, hogyan kell a vasárnapi zárvatartás kellős közepén napozó ágyat szerezni Fernando Alonsónak, vagy átfutni Valtteri Bottasszal a nagyfutamot néző tömeg kellős közepén, anélkül, hogy bárki észrevenni őket, és még Niki Laudát is helyre tudta tenni, amikor a pillanat úgy kívánta meg. Nem véletlen, hogyha új futam van a naptárban, a 0 kilométeres sajtósok a világ minden pontjáról Anitától kérnek segítséget. Jöjjön tehát egy új epizód a Paddock Podcastban, egy újabb Forma 1-es benfentessel, emlékekkel, történetekkel. Mesélj nekem arról, hogy mikor szeretted te meg ezt az autóversenyzést, vagy merek ilyet kérdezni, szereted-e egyáltalán? Persze, imádom. De egyébként egy teljesen véletlen folytán csöppentem én ebbe bele, mert a nemzeti sportnál akartam dolgozni világéletemben, de csak a labdajátékok érdekeltek, mivel az édesapám foci edző, én meg kézilabdáztam, és akkor oda mentem a nemzeti sporthoz gyakorlatra, az egyetemről, az első napon kérdezték, hogy mit szeretnél írni, mondtam, hogy futballt, mondták, hogy felejtsd el. És akkor utána mondtam, jó, akkor kézilabdát, mert ahhoz is értek, mondták, hát arra is van két szakíró, úgyhogy nem, hanem kezdjél el eredményeket gépelni, meg híreket gyártani. És akkor nagyon nagy mákom volt, mert abban az évben, 94-ben indult el egy autós melléklet a nemzeti sportban, és akkor mondták, hogy na, ott viszont nincs ember. Mondtam, az jó, de nekem fogalmam sincs az autósportról. Mondták, nem baj, majd lesz, menjek ki a Hungaroringre, és akkor van ott egy motorverseny, és akkor arról fogsz te tudósítani. Mondtam, hogy ez szuper. Kimentem, nem volt nyilván médiaközpont, egy országos bajnoki futam volt, körülbelül a negyedik körben megtörtént az első lekörözés, na onnantól én nem tudtam, ki vezet, vagy egyáltalán, hogy mi a bánat történik a pályán. Mondtam, ez szuper lesz, mondták, nem baj, mert itt vannak a motorversenyzők, majd ők segítenek, elmondják, mi történt. És akkor így is lett, így csöppentem én bele az autósportba, és akkor egy motorversenyen, majd aztán rally versenyekkel. Úgyhogy így kezdődött. Mikor kezdted el megszeretni? Tehát mikor érezted azt, hogy oké, hát ez tök jó? Hát a rallit az szinte rögtön. Tehát azonnal? A rallit az szinte azonnal, mert azt értettem, hogy mi folyik. Úgyhogy azt szinte rögtön, meg nagyon, nagyon jó fejek voltak a rally versenyzők, meg hát ugye akkor nem volt akkor még egyetlen online médium sem, tehát mindenki a nemzeti sportból értesült mindenről. Ez azt is jelentett, hogy meg akartak jelenni. Tehát mindent megtettek, hogy segítsenek nekem, meg elmagyarázzák, hogy mi ez az egész, hiszen szerepelni akartak a nemzeti sportban. Oké, és akkor a nemzeti sportnál elkezdődött ez a fajta élet. Hogy keveredik ebbe bele a Forma 1, és hogy jutsz el oda, hogy a Forma 1-nek legyél a magyarországi úgymond fő sajtósa? A Forma 1-be pedig úgy keveredtem be először egy ilyen kicsit csalós módon. A legtöbben így próbálunk bekerülni. Igen, egy kicsit ilyen magyaros volt a sztori, de én imádtam, mert az volt, hogy 94-95-ben ugye már kint voltam a magyar nagydíjon, de csak nézőként, és akkor, de vágytam rá, hogy bejussak a paddockba, mert hát mégis ez az autóversenyzés csúcsa, akkor már láttam a rallyt, a MotoGP-t, és nagyon szerettem volna a Forma 1-et, és volt egy idősebb kolléga, de most nem akarom lebuktatni, de az a lényeg, hogy akkor még nem úgy nézett ki a Forma 1, hogy odaérintetted a kis kártyádat a kapuhoz, ott megjelent a fotód, és akkor bemehettél, hanem sima plastikkártyák voltak rajta névvel. Az a lényeg, hogy ez az idősebb kolléganő, akit így kb. Így a mentoromnak is tekintettem, meg nagyon sokat segített nekem, egyébként majd azt is elmondom, hogy hogyan, mondta, hogy neki vasárnap labzártaja van a magazinjába, és akkor én kimehetnék helyette a magyar nagydíjra. És hát rettenetesen féltem, hogy úristen, le fogok bukni, mindenki tudni fogja, hogy az nem én vagyok.
És de természetesen nem tudta senki, mert hát ugye most már tudom, hogy azért névről nem azonosítják be a magyar újságírókat annyira könnyen, ha csak nem csináltak valami feltűnőt. És akkor hát így bejutottam 96-ban a Paddockba az első magyar nagydíjamra, de utána szerencsére már a Nemzeti Sporttól bejutottam legálisan is. Hogy fordul át ez az egész oda, hogy te leszel a Hungaroringnek a sajtósa? Mi a hivatalos titulusod? Te vagy a fő média officer Magyarországon? Hát, mivel ugye különböző beosztások vannak a nemzetköziben, ezért én a nemzeti sajtófőnök vagyok. Ez ilyen furán hangzik, de azért van, mert hogy van egy nemzetközi sajtófőnök, akivel én együtt dolgozom a nagy díj hétvégéken, és akkor van a nemzeti, aki pedig a magyar médiáért felelős, illetve a helyi aktivitásokért. A nemzetközi sajtófőnök, ő nem magyar. Tehát, nem, hogy nem. Ő a brit. Forma 1-nek a... Kimondhatjuk a nevét. Ő most jelenleg egy brit fiú, úgy hívják, hogy Tom Wood. Uh-huh. És neked az a feladatod, hogy az ő mindenféle igényét megpróbált betartatni a magyar sajtó részéről? Nem. Nincsenek neki amúgy nagyon nagy igényei. Leszámítva azt, hogy engem ne engedjen fel robogóval csütörtökön a pályára. Ezt sosem felejtem el neki. Kompetenciája van, igényei, igen. Az kevesebb. De nem, ez sem igaz egyébként, mert sok kérése van, főleg most legutóbb a Covid időszakban. Nekem az a feladatom, hogy lebonyolítsam az itthoni akkreditációt a nyomtatott sajtó számára, illetve a rádiók számára, mert az online médiumok, vagy az online médiumok az FIA-nak a felületén akkreditálnak, tehát ők nincsenek velem közvetlen kapcsolatban. Leadjam neki, hogy én mit gondolok ezzel kapcsolatban, kiket engedjünk, kiket ne engedjünk, mik a számok. Persze aztán a végső döntést ő hozza meg, és akkor, amikor pedig ide érkeznek, van egy 83 oldalas kézikönyv, ami mind a sajtóirodára vonatkozik, tehát ez nem az egész formányra vonatkozik, csak a sajtóirodára, és akkor annak kell nekünk megfelelni, amiben benne van a kiszolgálástól kezdve, az eredményszolgáltatáson keresztül, az étkezés, a fotósok hova mehetnek, hova nem, meddig kell jelentkezni, meddig nem, a versenyzők hogy mennek a versenyzői parádéra, és azt nekünk hogy kell ellenőrizni, hogy jönnek a nyilatkozatok be őtőlük, illetve hogy mennek a tévésekhez nyilatkozni, hogy mennek az újságírókhoz nyilatkozni, hogy van a sajtótájékoztató. Szóval egészen bonyolult rendszere van ennek. És ilyenkor ezeket mind ti ellenőrzitek? Tehát, hogy mert nekem az lenne a benyomásom, hogy ezt a Forma 1 hozza magával mondjuk a bukorkatit, és ő a kezénél fogva rángatja a pilótákat a megfelelő helyekre. De ezek szerint ilyenkor neked is bele kell szállni ebbe a folyamatba, és felügyelni kell. Nekünk olyan módon kell beleszállni, például, hogyha a nyilatkozatokról van szó, hogy Tom Wood vagy Bukor Kati, mindegy, hogy melyikük felhozzák a versenyzőket mondjuk a knézi teremben, a teremben, ahol van a sajtótájékoztató, és akkor nekünk azt kell felügyelni, hogy akkor mindenki ott legyen, az utolsó sajtós is belépjen, mielőtt az első versenyző belép, akkor ott bezárjuk az ajtót, mert hogy tévéközvetítés van, ott már nincsen mászkálás, nincsen hangzavar, nincsen ajtócsapkodás, és az én kollégáim felügyelik végig a sajtótájékoztatót, amit Tom Wood tart. Tehát ő mondja, hogy akkor rámutat, hogy most akkor ki kérdez, az én kollégáim oda viszik a mikrofont, és egy másik kollégám pedig felírja, hogy ki az, aki feltette a kérdést, mert utólag így kapják meg az újságírók a sajtóanyagban, hogy ki kérdezett mit. Különben senki se tudná a hangja alapján beazonosítani. Melyik része az, amit a legjobban szeretsz a munkádnak? Most az első kérdésem, sejted, mi lesz a második? Csak hogy tudd, az Aritól is, sőt, mindenkitől megkérdeztem. Az Ari például azt mondta, hogy amikor érzi a rajtrácson a forró betont a cipőjén keresztül. Tehát, hogy valami ilyenre gondolj, hogy mi az, amit tényleg annyira szeretsz, hogy az a pillanat, amikor flowban vagy. A legjobban talán a csütörtöki box utca látogatásokat szeretem, mert ott van nekünk a legtöbb feladatunk, meg a legnagyobb szervezési feladatok ott hárulnak ránk, hiszen azt a magyar sajtóiroda bonyolítja, tehát a magyar sajtóiroda viszi oda a versenyzőket a kis buszhoz, amikor éppen busszal kell őket vinni, a magyar sajtóiroda egyeztet a sajtófőnökökkel, a versenyzőkkel,
És akkor mi vezényeljük le itt ezt az aláírásosztást. Így ebben vannak ilyen kalandos sztorik, amikor a versenyzők úgy gondolják, hogy majd ők jobban tudják, és akkor átugranak a kerítésen, és akkor a biztonsági örök azok bokáig leizzadnak, hogy most mi lesz, de hát nem lesz semmi, mert nem vandál nép a Forma 1-es szurkoló. Úgyhogy akkor rögtönözni kell, tehát amikor a Hamilton úgy dönt, hogy átugrik a kerítésen, akkor mindenki vigyázva áll, és akkor nézi, hogy nehogy valami történjen, de amúgy nem történik semmi, tehát hála Istennek tényleg fegyelmezett a Forma 1-es szurkolóbrigád ebből a szempontból. Lesz idén ilyen? Sajnos nem, ugye pénteken... Még mindig nem lesz. Nem, és ugye pénteken kezdődik már csak a program, úgyhogy sajtónap sem lesz, vagyis hát a klasszikus sajtónap csütörtökön nem lesz meg. Igen, hanem pénteken lesz a sajtónap délelőtt, vagy sajtó néhány óra délelőtt, és hát azt egyelőre még nem tudjuk, hogy a versenyzők találkozhatnak-e a nézőkkel, vagy találkoznak-e, de az örömhír legalábbis számunkra nagyon az elmúlt néhány vagy kettő hervadt év után, hogy egészen úgy néz ki a kézikönyv alapján, hogy teljes üzemben megyünk, tehát hogy nem a 20 újságírót fogadjuk, meg nem a 80-at, mint tavaly, amikor már volt egy kis lacítás, hanem 450 újságíróra készülünk ugyanúgy, mint 3 évvel ezelőtt, mielőtt kitört a járvány. Tök jó, akkor ez a rajongó autogram sztori, ez nem lesz a jövőben, mert átvariálták a hétvégét? De mert amúgy egyébként volt, nem csak csütörtökön volt az autogram, meg a rajongó sztori, hanem pénteken is, meg szombaton is. Meg volt olyan, hogy Hamiltonnak például ez az egyik kedvencem, eszébe jutott vasárnap reggel, hogy neki szüksége van a szurkolók szeretetére, és szeretne átmenni a színpadra. Vasárnap óriás tömeg a lelátó mögött, színpad a 14-es kanyarban, és mondta Hamilton, hogy ő megy. Mondtuk, hogy aha, de hogy? Tehát, hogy hömpölyög a tömeg, ugye nekünk van az egy darab hidunk, amin át lehet menni, vagy még kocsival, vagy gyalog, de akkor nem tudjuk, és akkor hát volt egy kis adok-kapok, mert mindegy így a hivatalos személyek közül azért sokan próbálják óvni a versenyzőket, és akkor Hamilton nem gyalogol, mondtam, hát jó, nem gyalogol, azt én értem, de akkor ez nem 5 percig fog tartani, hanem 20. az átmenés, de annyi ideje meg nincs, de a vissza is ennyit fog tartani, ha ő nem sétál át a hídon. Akkor megjött Hamilton, mondta, hogy ő, hát ő gyalogol. Hát én most indulhat el. Általában ezt mindenketten tudjuk, hogy ők döntik el legkevésbé, hogy mit mond a saját sajtósuk. Igen, és akkor mondta, hogy ő, de ő mégis gyalogol, úgyhogy ő nyugodtan átmegy a hídon, ott várja őt egy motor, vigyel, csak ő hadd találkozzon a közönséggel. Mondtam, jó, hát ez a mániát, hogy a nézők adják neked a legtöbb erőt, amúgy egyébként ez rá tényleg nagyon igaz. Akkor mondom, menjél. És akkor ezt így például a biztonsági szolgálattal egyeztetni, az is így a sajtóiroda feladata, hogy egyeztettük a biztonsági szolgálattal, ki várja, hogy lesz, hogy megy oda, hogy hozzák vissza, és igazából mindig a meglepetés ereje a döntő, ezt már így tapasztaltam például a nagy futamok alatt is, hogy volt egy, amikor kihullott a hajam, amikor ezt elmondhatom, hogy hullott ki a hajam, bármit, a fejt kivágott. Hogy Valtteri Bottas volt az egyik főszereplő itt a nagy futam idején, és akkor egyeztettük ez most ilyen kulisszatitok, és kicsit most magamat savazom ezzel, de mindegy, egyeztettük, hogy ki hova megy, itt volt Verstappen, ha jól emlékszem, és Bottas, vagy már nem emlékszem, hogy melyik kettő volt itt, de mindegy, az a lényeg, hogy mind a kettő pilotának volt egy magyar kísérője, aki hozta, vitte őket ide-oda, és akkor én egyeztettem, hogy akkor a Verstappen megy. Ekkora a magyar tévéhez, a Bottas meg ekkora, de csak az egyik felelőssel, és azt hittem, hogy átmegy az információ, de hát nem ment át. És hívnak a tévések, hogy hol a Bottas. Hát mondom, ránéztem. Mi vagyunk? Ti. Ti hívtatok, hol van Bottas? Hol van Bottas? Mondom, ránéztem az órámra, mondom, hát ha minden jól megy, nálatok. És akkor mondták, hogy hát nem. Hú, mondom, hát ez nagyon nagy baj. Elkezdtem izzadni rettentően, és hívtam az egyik nagyon jó barátnőmet, aki felügyelt a Bottasért, Zsera Geraldint, hogy Zsera, hol vagytok?
Mondja, hogy hát itt vannak már a szállodánál, most érkeztek meg a rendőri felvezetéssel, Bottas mindjárt kiszáll. Mondom, hát nem nagyon, azonnal nyomjuk le a gombot, senki nem megy sehova, és nagyon gyorsan győznek, hogy gyertek vissza, mert hogy neki a tévében van fellépése, de kb. Most. És akkor mondtam, rendőröket csengedjétek el, mindenki jöjjön vissza. És akkor... Hát nagy nehezen, hát nem nagy nehezen, igazából a barátait kellett meggyőzni Bottasnak, mert azok nagyon ráindultak a tortára, amit ajándékba kapott volna a születésnapjára tőletek. Emlékszem erre az évre. A születésnapja után jött, kérlek szépen, Monaco után jött Budapestre közvetlenül. Emlékszem rá. És ti tortával vártátok, és igen, a barátai meggyőzték, hogy fú, Magyarországon biztos jó torták vannak, forduljunk vissza, meg ez amúgy is milyen poén, hogy a rendőri felvezetéssel vissza lehet menni a városon. És akkor megérkeztek a Deák térre, így hátulról ott a Frösteraszt, ha lehet ilyet mondani, mellé. Na és akkor ott volt, hogy a TV kompánt volt 40 méterre körülbelül, és vagy 50, és hát kinyitottam az ajtót, és mondja Bottas, hogy hát is hogy megyünk oda? Hát mondom, szerintem futunk, te mit gondolsz? És akkor mondta, hogy így rám nézett, mondta, hát jó, akkor fussunk. Mondom, figyelj, mire felismernek, hogy ki vagy, benn vagyunk a kerítésen, mert nem igen, fognak arra számítani, pontosan, hogy te itt hátul futsz. És akkor mondta, hát jó, és akkor én elől futottam, mögöttem voltál, Zseráldi mögöttünk, így tartottuk a tempót, és tényleg mire az emberek felkapták a fejüket, és rájöttek, hogy Bottas szaladgálott közöttük, addigra bent voltunk a kerítésen. Úgyhogy vannak ilyen sztorik. Tehát amit meg ebből tanultunk, az az, hogy a nagyfutamon mindig nézzetek a hátatok mögé is, mert lehet, hogy az Anita ott fut el éppen Lewis Hamiltonnal, vagy Max Verstappennel. Remélem, hogy ilyen még egyszer nem lesz, mert azért kétszer nem szoktam ugyanabban a folyóba lépni, de hát bármi megtörténhet. Melyik pilótával a legjobb a kapcsolatban, vagy melyik pilóta a legkezesebb, inkább fogalmazzunk így? Kivel lehet a legkönnyebben együtt dolgozni? Újságíróként, vagy sajtófőnökként? Sajtófőnökként. Sajtófőnökként nem lehet okom a panaszra, hiszen ők nagyon fegyelmezettek, és elő van nekik írva, hogy A-ból B-be el kell menni csütörtökön, és B-ből C-be pénteken, akkor ők elmennek, és szombaton föl kell szállni a kamionra, akkor ők felszállnak. Tehát, hogy igazából az előzetes egyeztetések után a pilótákkal semmi baj nincsen, mert be van írva a napi rendjükbe, hogy mi a programjuk, és akkor oda mennek. Uh-huh. Persze van olyan, amikor az egyik otthagyja a másikat az aláírásosztásnál a kis busszal, mert nagyon siet, és akkor a másik név nélkül Räikkönen mondja, hogy hol a buszom, és akkor mondom, elvitte a csapattársad, de várjál 40 másodpercet, mert nézd, már ott jön a kanyarba a másik busz, és már mehetsz is vissza. Ő megmondta, hogy nem várok. És akkor mondtam, hogy hát padhelyzet, mert nincs itt busz, te gyalogolni nem fogsz, úgyhogy kérlek, várj 40 másodpercet. Erre emlékszem erre is, mert itt én álltam a színpadon, és beszélgettem a pilótákkal, és ugye hoztad őket át egyenként, és igen, ott a Räikkönennek nem volt erős napja. Oké, és akkor melyik az a rész, amit a legjobban gyűlölsz? De tudod, várjál, van egy másik, sokkal fontosabb kérdésem. Ugye azt mindannyian tudjuk már, mint mi, akik a szakmában dolgoznak, hogy tényleg, ahogy mondtad, másodpercre ki van számolva a pilóták programja. És ilyen percekben számolunk, tehát hogyha nekem 15.30-ra van a Daniel Ricciardo odahívva, akkor a Daniel Ricciardo 15.30-kor le fog ülni elém. Borzasztó stresszesnek érzem a te pozíciódat, akinek ezt az egészet koordinálni kell, hogy ez működjön. Ez mennyire visel? Ez megvisel téged egyáltalán? Vagy megszokja az ember egy ide után, és bízik a rendszerben, hogy itt mindenki időpontra fog jönni? Engem semennyire nem visel meg. Én nagyon jól működöm stressz helyzetben. Ez zseniális. Napok óta azon gondolkodtam, hogy ez az egyik legérdekesebb pont a te munkáddal kapcsolatban, hogy annyira feszes a program, hogy folyamatosan nem stresszelsz-e azon, hogy mi sikerül és mi nem. Ezek szerint nem. Nem, mert nem, amire nem vagyok hatással, azon mit stresszeljek tulajdonképpen. Tehát, hogy én a legjobb tudásom szerint mindent előkészítek, a csapatom zseniális, tényleg, tehát a legjobb csapat a világon, senki nem kívánhat jobbat, és amúgy tényleg... Erre egyébként jó példa, hogy amikor vannak új nagy díjak,
és van egy új sajtófőnök. Mondjuk nyilván ez annak is köszönhető, hogy 27 éve újságíró vagyok, tehát egészen sok mindenkit ismerek. Rablóból lesz a legjobb pont, egyébként szeretném jelezni. Igen, és egyébként az új helyszíneken is nyilván újságírókból lesznek a sajtófőnökök, akkor hála Istennek nem egyszer előfordult, hogy kaptam levelet, hogy figyelj, Anita, én lettem a francia nagydíj sajtófőnöke, és hogy mindenki azt mondta, hogy nálatok működik ez a legjobban, és kérlek segíts, hogy mi az, ami nálatok jobban működik, mint máshol. És akkor persze én legjobb tudásom szerint próbálok segíteni. Szóval, hogy az a lényeg, hogy előkészítünk mindent, jó a csapat, tudja a dolgát mindenki, én nem vagyok egy ilyen olyan típus, aki így mindent tudni akar, én nem akarok, én a saját dolgomat csinálom, szervezem az interjúkat az újságíróknak, ha arról van szó, szervezem a programokat, amik így a nagydíjhoz kapcsolódnak, és mindenki amúgy teszi a dolgát, tehát akinek az a dolga, hogy felügyeli a tévés karámot, vagy nem tudom, minek nevezzük ezt magyarul, ahol az interjúkat adják, akkor tudom, hogy a dorka az ott van, és felügyeli, és azzal nincsen nekem gondom, nem kell lemennem. Persze vannak ötletek, meg minden évben vannak újítások, meg minden évben máshogy kell felépíteni ezt, azt, amazt, de azt reggel megoldjuk, és utána működik üzemszerűen. Oké, és akkor mi az, amit a legjobban utálsz? Kérdezem úgy, hogy legyen politikailag korrekt. Mi az, ami a legnehezebb? Mindig alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez az a legnehezebb, de azt utálom is, meg szeretem is. Tehát, hogy ez nehéz, nehéz. Mondok egy példát, talán azon keresztül a legegyszerűbb, hogy volt, nem tudom, biztos emlékszel, volt egy év, amikor zárva voltak vasárnap a boltok Magyarországon. És pont abban az évben, mikor máskor, a nagydíj rajtja előtt. Tehát vasárnap már azt hittük, túl vagyunk mindenen, kiadjuk a végeredményt, megcsináljuk a vége sajtótájékoztatót, és pipa a hétvége. Amikor egy órával a rajt előtt odajött a fő marketinges, és azt mondta, a leintés előtt fél órával szükségem van egy nyugágyra. És így néztem, mondom, tessék. Tudom, mire kell, igen. Igen, előtte 4 nappal felépítettek velem a semmiből egy ilyen fotós állványt, azt valahogy asztalokból megoldottuk, mert amikor már le van zárva a pálya, akkor nem olyan könnyen hozol te be bármit is. Így van. Főleg nem egy nyugágyat, amit honnan szerzel vasárnap, amikor minden zárva van, ráadásul 1 óra leforgásán belül. És akkor így néztem rá nagy csodálkozó szemekkel, hogy biztos rosszul hallom, és így mondta, nyugáj, tudod, amiben így a strandon lefekszenek az emberek, és így pihennek, meg napoznak. Mondom, nem a nyugáj szó jelentésével van a problémám angolul, hanem azzal, hogy honnan szerzek egy nyugágyat. De mondtam, semmi baj, megoldjuk. És akkor történt az, hogy a sajtóiroda összes embere elkezdett rohangászni, de ami nem olyan nagyon könnyű rohangálni egy lezárt pályán, amikor már majdnem rajt van. Persze, persze. Tehát a biztonsági őrök hiába van te rajtad hivatalos ruha, azért nem engednek át annyira könnyen. Tehát akkor a biztonsági szolgálatot felhívni, léci, engedjék át őket, hadd menjenek oda a sportbírókhoz, mert az egyetlen ötletem az volt, mivel én már akkor tudtam, hogy mire kell, hogy a sportbíróknál biztos lesz, sőt, talán meg lesz az is, amiben az Alonso néhány éve beült és a dombról nézte a versenyt. És akkor... Na mindegy, lényeg a lényeg, nem szaporítom a szót, átverekedték magukat az őrökön, kirángatták vagy ezeket a nyugágyakat, székeket a sportbírók alól, akik ott bizonygatták, hogy de hát a... De nekik kell. De nem az, hogy nekik kell, hanem hogy nincs benne a szabály, hogy most miért vesszük el, nincs benne a szabályzatban, hogy nem lehet behozni, és de hát magyarázkodásra nem volt idő, úgyhogy mondták, add ide! És akkor az a lényeg, hogy a rajt előtt 15 órával volt már 3 nyugágyunk, és hát végül ugye a poén az volt, hogy felfestettek a dobogó alá egy ilyen színes pálmafás tengerpartot, és akkor Alonso abból kívánt kellemes szünidőt mindenkinek, de hát mondjuk ez is az a nap volt, amikor öregettem 10 évet, szóval nem értem, miért nem vagyok még 200 éves. Nem opció ilyenkor, hogy nemet mondasz? Ezt nem tudjuk megcsinálni, bocs. Eddig még nem volt rá példa, hogy nemet mondtam volna ilyesmire. Nem nagyon szokás a Forma 1-ben nemet mondani. Viszont nem szokás, vagy nem szabad? Hát szerintem inkább nem szokás. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez szerintem megoldhatatlan, akkor kompromisszum készek. Tehát, hogy volt... Hát ugye az előző érában is dolgoztam én már,
az Eccleston érában, és akkor például volt olyan, amikor azt mondták valamire, hogy nem. Tehát amikor a Jules Bianchira például próbáltunk emlékezni a sajtóirodán, és hoztunk fekete szalagokat, meg gyertyákat, amiket meg akartunk gyújtani ott csütörtök este, akkor a hírhet Pasquale azt mondta, hogy nem. Mindegy, utána volt megemlékezés, tehát nem szenvedett csorbát így a Forma 1 ebből a szempontból, mert utána Eccleston úr belátta, hogy erre szükség van, sőt, még a szülei is ide repültek, hogy biztos emlékszel a rajtrácson, persze, volt egy megemlékezés. Persze. De mi külön szerettünk volna így, mint sajtóiroda, és akkor azt nem volt szabad. Ha már bejöttek ezek a szomorú részei a munkádnak, azt hogy éled meg, amikor egy balesetről kell egy sajtóközleményt gyorsan megfogalmaznod? Hogy éled meg magát a balesetet? Mennyire érint meg? Ilyenkor ugyanúgy profi vagy, kikapcsolsz és csinálod, vagy azért pusztulat nehéz megfogalmazni? Hát ez nagyon nehéz. Tehát például a DTM-nél emlékszem. A DTM-es balesetem, ugye ott álltam kint egy tévéstábbal, és vártam, hogy a kezemben nyom valami információt, és az egy borzasztó nap volt. Ez nagyon nehéz, és ekkor van nagyon nagy szüksége az együttműködésre a nemzetközi sajtófőnökkel. Tehát, hogy értsétek egymást fél szavakból, mert nyilván nem a te felelősséged az a közlemény akkor, de mégis valahogy tőled várják a magyarok is az infót, és mindenki nagyon gyorsan, és ott minden szónak a helyén kell lenni, mert ha nincs, akkor az utólag azért kérdéseket vet föl. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a fordítás is precíz legyen, amit ők, mert ők adják ki a nemzetközi anyagot, persze velünk egyeztetve, de nagyon fontos, hogy a fordításban is minden szó a helyén legyen, hogy az úgy menjen ki, és akkor ezek azok a sajtóanyagok, amik mondjuk tényleg negyed óra alatt születnek meg, de az utolsó 3 perc azzal telik, hogy mindenki, aki a szobában van, elolvassa még egyszer. Átolvassa is ellenőrzi. Igen. Hogy nehogy baj legyen. Szóval ezek nehezek, nagyon-nagyon. És amúgy meg is visel. Tehát mondjuk a Dakaron sajnos volt néhány ilyen eset, amikor olyanok haltak meg, akiket jól ismertem, vagy például Meoni, akivel előző nap készítettem hosszú interjút, és másnap meghalt. Tehát, hogy ezeket így újságíróként nagyon-nagyon-nagyon nehéz megélni, de, és ezt amúgy mindig, amikor kérdezik tőlem, hogy nekrológot, vagy ilyen halálesetről hogy kell írni, akkor mindig elmondom, és ezt tartom, hogy nem az a lényeg, hogy te sírjál, hanem az, hogy aki olvassa. Igen. Az már egy másik kérdés, hogy néha mind a kettőnél sikerül, de hát igen. Persze, csak nem szabad neked túlságosan ebbe benne lenni. Nem, dehogy is. Hanem te így valahogy bármennyire is nehéz, bármennyire is a barátod, bármennyire ismered, akkor is egy kicsi hátralépés, egy kicsi távolságtartással le kell vezetni, hogy mi történt. És ezt te jól meg tudod csinálni? Hát legalábbis minden tőlem telhetőt megteszek. Eddig nem volt rá panasz. Azon gondolkodtam, hogy Forma 1-ben mi volt a legsúlyosabb ilyen eset, amiről bármit is kellett neked sajtóközleményt írni. Massa, ugye? Nekem akkor még nem kellett, mert én akkor még újságíróként voltam a Nemzeti Sporttól a Forma 1-en, de egy hétig kint laktam a Honvéd kórház előtt, és a brazilokkal bandáztunk, egész jóba lettünk a Globo tévésekkel a végére, mert vittem neki kaját reggelente. Valaki esetleg nem tudná, 2009? Uh-huh. 2009-ről beszélünk, amikor ugye Rubens Barrichello autójáról leszakadt egy rugó, és az Felipe Massa bukós is, aki hát beszakította és fejsérülést szenvedett. Igen. És akkor te ott laktál a Honvéd kórházban, ugye ott gyógyították, oda vitte a helikopter. Igen, és akkor mindig jöttek az infók, így tényleg Frank Tamás volt a legbelsőbb informátorunk, én azóta is nagyon hálás vagyok neki, nem csak ezért, hanem azért, mert nekem egyébként is nagyon sokat segített, így annak idején, amikor Baumgartner Zsolti bemutatkozott az F1-ben, illetve később is ennél az ominózus Massa esetnél is, hogy mindig mondta, hogy figyeljetek, akkor most a Schumacher jön látogatni, nem fog kiszállni a kocsiból, de ezen a kapun fog behajtani, és akkor az összes fotós fotózta Schumachert, szóval, hogy meg az orvosoknak a koordinálásában is ő segített, hogy kijöjjenek, és minden nap mondjon valaki valamit, tehát ott állt kint, de esküszöm, hogy még a hétvégén is, tehát a baleset utáni hétvégén is ott állt kint még 20-30 újságíró, izgatottan várta, hogy a fejleményeket, vagy hogy mi lesz Masszával, és ő nagyon sokat segített ebben.
Jó, vidámabb vizek. Jó. Hányan próbálnak egy évben belépőt szerezni tőled a Forma 1-re? És most ez még az első körös kérdés, még ne az újságírókról beszélj, akik megpróbálják behazudni, hogy ők dolgozni jönnek ki. Jaj. Hát nagyon sokan, de nem csak tőlem, hanem nyilván a vezetőségen keresztül elsősorban, de azért tőlem is. Most ez nehéz lesz, mert minden jegyet eladtunk, tehát hogy nem tudom, honnan fogunk jegyet szerezni azoknak, akik pluszban kérnek, de az az igazság, hogy nem nagyon szoktam adni. Nem azért, mert nem vagyok jó fej, vagy nem azért, mert sajnálom, hanem azért, mert ez egy megszokássá válik egy idő után. És minden évben van olyan, akinek viszont kell adni. Tehát aki a 95 éves nagymamáját akarja kihozni, és soha az életemben nem láttam, de annyira jó a sztori, hogy a nagymúter évek óta mondjuk Kimi rajongó, és sose látta, és hadd jöjjön ki az unokájával, és őt kihozzák, hogy igazából szerintem erre érdemes tartogatni ezeket a bónuszokat, hogy te mondjuk könnyebben hozzájutsz egy ilyen jegyhez, amit a nagymúter a nyugdíjból nem biztos, hogy ki tudna fizetni. Hát hogyha akkor most tönkreteszed ez az évedet, mert akkor aki ezt hallja, azt fogja mondani, hogy egy jó sztorival kell akkor az Anitának írni, és hogyha jó a sztori, kapok jegyet. Hát igen. De ha jó a sztori, kaptok jegyet. Hát igen, mert tavaly legyen is... igaz. Igen, tavaly is volt például lánykérés A bejáratnál. És ők is előzetesen írtak, ők nem kértek jegyet, megvették, és írtak nekünk, hogy ők itt ismerkedtek meg, itt szeretné a fiú megkérni a lány kezét, és hogy segítsünk abban, hogy ez sikerüljön, és a végén óriás Fettel rajongók, és a végén valahogy a reptéren találkoztak Fettellel, akinek a kezébe nyomták a levelet, hogy ekkor is itt lánykérés lesz, te vagy a kedvencünk, gyere le, ha tudsz. És hát jó, na, ennél sokkal szíveszólóbb volt, csak ez volt a lényege. És a legnagyobb megdöbbenésünkre mi persze lementünk, mert mi támogatjuk az összes ilyen összes lánykérést, igen? Igen, összes lánykérést. Jövőre 20-an lesznek ott. Igen, és egyszer csak legnagyobb megdöbbenésünkre megjelent Fettel egy robogóval, hogy ti már túl vagytok a lánykérésen, nem arról volt, hogy 19.30-kor lesz? Az most van. Tehát igazi német. Igen. Fette megérkezett 19.30-kor, 28-kor megtörtént a lánykérés, úgyhogy meg kellett ismételni a jelenlétében. Óriási volt. Oké, tehát vannak azok a jegykérők, akik nem újságírók. Meséld el nekünk, hogy ha valaki újságíró, akkor milyen módon juthat be, ugye eddig azokról beszéltünk, akik ülnek a lelátókon. Uh-huh. De tegyük fel, hogy valaki a paddockba szeretne bejutni, be akar ülni mondjuk a Red Bullhoz egy ebédre, és ott akarja nézni a futamot. Milyen követelményeknek kell megfelelnie? Sajtó oldalról. Újságíró. Igen, nem a VIP-kről beszélek. Ugye azt az elején mondtam, hogy én a print médiumokat, illetve a rádiókat akkreditálom magyar oldalról, mert az online médiumok az FIA rendszerén keresztül jönnek. Az a lényeg, hogy országos, vagy pedig nagy megyei lapoktól fogadunk el akkreditációt, mindenképpen kell hozzá egy főszerkesztői ajánlás, tehát te nem nevezheted ki magad a Forma 1-es tudósítónak, a XY megye hivatalos újságírójának, hanem mondjuk kell akkor a adott esetben az Észak-Magyarországtól, a Heves-megyei hírlaptól, mondhatnám bármelyiket, a főszerkesztőtől egy levél, amiben leírja, hogy hány példányban jelenik meg az újság, hogy mennyi terjedelmet szánnak a Forma 1-re, és hogy az előző években mit írtak a magyar nagydíjról. Ezekhez csatolni kell a cikkeket, amelyek megjelentek, tehát kell bizonyíték is. És aztán kell az újságírónak az újságíró igazolvány másolata, mert fontos, hogy csak hivatalos újságírók és fotósok akkreditációját fogadjuk el. Úgyhogy egészen sok dokumentációra van szükség ahhoz, hogy valaki bejusson a paddockba, és hát általában azért nem is csak nem nyaralni jönnek az emberek, szóval azt azért látom, hogy szétdolgozzák az agyukat gyakorlatilag. Uh-huh. Mi van azokkal, akik nyaralni próbálnak jönni, és rajtad mennek keresztül? Hol akadnak fel a rendszerem? Hát rajtam. Rajtad? Igen. Tehát most már eljutottál egyébként oda, ezt én megsugom, hogy névről megismered az újságírókat. Tehát ha valaki ismeretlen jön, akkor valószínűleg őt sokkal jobban megnézed, utána nézel, hogy ki muszáj, az. Muszáj. Különben, hát nekem is van azért egy felettesem nemzetközi szinten,
aki, hogyha olyat engedek be, akkor például tavaly nagyon nehéz dolgom volt, tényleg pokoli volt, mert összesen 8 magyar újságíró jöhetett be, és hogy választott ki azt a 8-at most őszintén? Tehát... Nem tavaly előtt? Most 2022 van. Nem. Tehát tavaly előtt 21-ben... nulla. Hát leszámítva a tévéseket. Igen, igen. Tavaly előtt a tévéseken kívül egy sem. Csak a Mészáros Sanyi, akinek éves akkreditációja van. Sanyi lassan ott lakik. Igen, Sanyi ott lakik, és tavaly összesen 8. És az brutál nehéz 8-at kiválasztani. És hogy választottad ki? Hát a példányszám, meg a kattintás, meg a megjelenés alapján. Tehát úgy kell kiválasztani, akármennyire is van, aki szerinted jobban dolgozik, vagy aki jobb kérdéseket tesz fel, vagy nem tudom. Úgy kell kiválasztani, hogy mi használ a legjobban a magyar nagydíjnak. Uh-huh. Melyik hírverés? Nyilván a magyar hírügynökségnek ott a helye. Uh-huh. Nyilván most hazabeszélek, de nyilván a nemzeti sportnak ott a helye, hiszen 0-24-ben nyomatja a híreket a magyar nagydíjról. Tehát, hogy nem is akarok többet kiemelni, csak ezt a kettőt, uh-huh. mert fölösleges is lenne. De az a lényeg, hogy a legnagyobb példányszámú, vagy a legnagyobb elérés produkáló online médiumokat kell kiválasztani ilyenkor azért, hogy saját magadnak használj. Beszéljünk a beengedés rendszeréről. Te vagy a belső ember ilyen tekintetben, tehát veled azért beszélgetek, és mert erről tudunk beszélgetni, kapunk egy akkreditációt, kapunk egy paszt. Hogy működik ez a passz? Én tudom, csak meséld el te. Ez a passz úgy működik, eleve egy kicsit bonyolult lett a rendszer, mióta fényképesek a passzok, mert akkor, de nyilván ez is vicces amúgy, mert nekem például az újságíró passzomon évekig a leges-legelső fotón volt, hiába küldtem minden évbe újat, és már nem olyan színű volt a hajam, nem olyan, tehát egész máshogy néztem ki, és volt is egyszer, hogy nem akartak beengedni, mert megjelent a fotóm, és mondtak, ez nem te vagy, elmondom, de csak 20 évvel ezelőtt. És lényeg, hogy mindenkinek küldenie kell az akkreditációhoz egy fotót, azt mi feltöltjük, van egy ilyen elektronikus rendszere az FIA-nak, vagyis a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, oda feltöltjük, az alapján elkészül egy plastikkártya egy csippel, és nem praktikus, ha ugyanaz a neved, mint mondjuk újságíróként, mint mondjuk a biztonsági szolgálat egyik vezetője, mert akkor összecserélődhetnek a képek. Ez is ilyen is volt. És akkor, tehát volt olyan, hogy felvettem az MT-s kollégának a passzát, és a biztonsági szolgálat egyik vezetőnek a fotója volt rajta, aláírva MTI. Nekem is volt egy szelecki, aki elvitte a passzaimat egy időben, csak nem tűnt fel senkinek, hogy ő Zsófia. Ja, úristen! És hogy oda mentünk, hogy szelecki névre jöttem a passz, azt már elvitték. De az hogy lehet? És akkor utána láttam, hogy valaki aláírta a nevemet, és hónapokig tartott, mire kinyomoztam, hogy egy Zsófiáról beszélünk. Hogy ki az, igen. Na úgyhogy akkor elkészülnek ezek a passzok, ezeket mi megkapjuk a hét elején, nyilván rá kell rakni a nyakba akasztókat, ami nem olyan nagyon egyszerű, nem csak akaszgatni kell, hogy nehogy visszaélés legyen, hanem ilyen pattintós rendszer van. És akkor szerdán elkezdik este felszerelni ezeket a forgókapukat, amelyekhez tartozik egy ilyen magas panel, és akkor azon ahhoz a panelhez kell hozzáérinteni az akkreditációs kártyát, megjelenik a fotód, és ott megnézik a őrök, fotódat. Igen, megnézik a fotódat, és akkor kinyílik ez a kapu, és akkor beléphetsz a szentélybe. Úgyhogy elég izgi az egész amúgy. Az összes autó versenysorozatot te csinálod, nyilván a Forma 1 a legszigorúbb mind közül, ugye? Persze. Magasan. Sehol máshol nincs ilyen. Azért az újságírók azért sokkal szabadabban mászkálhatnak ide-oda, amoda a többi rendezvényen, meg sokkal könnyebb. Tehát azt te is tudod, hogy az F1-ben nem lehet csak úgy leszólítani egy versenyzőt, vagy hát nagyon indokolt esetben meg lehet próbálni, de hát nem nagyon sok sikerrel jár az ember. Tehát ott az előzetes egyeztetések, stb. Azért a túraautó világkupában, vagy főleg kamion EB-n, vagy bármelyik másik, még a DTM-ben is, bármelyik másik rendezvényen azért odamész egy versenyzőhöz, megállítod, akkor ő nem fog elszaladni, nem kell utána futni, vagy előtte, mindegy, hanem ő megáll, és akkor elmondja, válaszol udvariasan arra, amit kérdezel, de nyilván ez azért is van, mert óriási a média érdeklődés. Tehát miközben a bármelyik másik nemzetközi versenyen mondjuk fotósokkal együtt vagyunk 120-130-an, addig a Forma 1-es futamon vagyunk 450-500-an fotósokkal együtt.
Tehát ezt nem lehet kibírni, ezt a nyomást, mert ha mindenki csak egyet kérdez, azért számolt ki az is 350 kérdés per nap. Abszolút, persze. Tehát azt nem lehet elviselni. Miért nem érzem rajtad a kiégést? Hát mert én ezt imádom. Tehát, hogy megindokolnám a kérdésemet, ugye a Forma 1-es sajtósok és a pilóta sajtósoknál tisztán tudjuk. Tehát mármint én tisztán tudom, hogyha valakit kineveznek ma, akkor onnantól számítva körülbelül 3 év múlva fog kiégni, és kezd el barátságtalanabb lenni, kezd el kevésbé rugalmassá válni, de rajtad ezt sosem érzem. Az is lehet, hogy azért, mert én újságíró voltam. Tehát ezt nem engedheted meg magadnak, hogy egy újságíró elégedetlenül távozzon, te, mint sajtófőnök. Tehát, hogyha azt mondja, hogy ő a Nelson Piquet-vel akar interjút csinálni, akkor én addig megyek, ameddig oda nem jutok a Piquet-hez, és meg nem mondom neki, hogy ne haragudjon, tudom, hogy nem ad interjút, én vagyok a sajtófőnök itt, és nagyon kérem, hogy annak a 3 magyar újságírónak is felügyelem, és nem lesz több 5 percnél, de kérem szépen, hogy segítsen ebben, mert ez a Magyar Nagydíj jó híre is múlik ezen. És te vagy az ember? Erre én. Hozzád kell mennem legközel? Mert hogy én mindig magamtól próbálom ezeket leszervezni, de ezek szerint van valaki, aki segít? Hát igen, én szoktam. De főleg az ilyen nehezebb eseteknél, mert most a pilóták az nem nehéz eset, ott írsz a sajtósnak is, vagy igen, vagy nem. Ott nekem sincs nagyobb hatalmam, mint bárki másnak. De például Carlos Sainz, az ő idősebb Carlos Sainz, apuka, aki régen még úgy emlekedték a kis Carlost, hogy Carlos Sainz fia, most megfordítva van, pedig a fater 3-szoros Dakar győztes, meg 2-szeres rally világbajnok, tehát elég nagy spíler. Na mindegy. Például Carlos Sainznál nekem nagyobb hatásom van, mert a Dakarról nagyon jól ismerjük egymást, és akkor ott nekem könnyebb a dolgom. Hogy bírtad a Dakart? Ez egy kis kitérő, de muszáj vagyok megkérdezni. Az olyan pusztulat újságírói vonalról. Dehogy is. Nem, dehogy is, ott homokban aludni, itt tudom én. Hú. Hát igen, hát nem könnyű. Tehát, hogy nem az a helyzet van a Dakaron, hogy te ott van csili-villibe írsz, mint a Forma 1-en. Lezuhanyzol a hotelszobában. Hát nem zuhanyzol le. Vagyis hát lezuhanyzol, de egy ilyen konténerbe, és akkor utána 5 perc múlva nem látszik, mert fúj a szél és hordja a homokot. De a Dakar az újságírói szempontból szerintem sokkal nagyobb kihívás, mint bármelyik másik. Nem csak a munkakörülmények miatt, sőt nem elsősorban a munkakörülmények miatt, hanem azért, mert szerintem ez az utolsó olyan sorozat a világban, ahol tényleg hősök vannak, meg ahol bármelyik nap bárki meghalhat. És még ezt... annak ellenére mondom, hogy be vannak csövezve az autók, és azt mondjuk, hogy már nem lehet meghalni, vagy a motorosoknak a nyakán van a protektor, és azt mondjuk, hogy nem lehet meghalni, de meg lehet. Mert a sivatagban azért csak 40 fok van, csak nincs páratartalom, csak kiszáradsz egy pillanat alatt, vagy legalábbis néhány óra leforgása alatt, tehát még pofára se kell esni ahhoz, hogy meghalj, hanem elég, ha eltörik valami a motoron, és nem találnak meg. Jó, nyilván a biztonsági felszereléseknek köszönhetően megtalálnak jó eséllyel, de azért néhány éve is volt olyan, hogy valakit nem találtak meg, és azért halt meg. El tudsz még menni a Dakarra, vagy már nem tudsz elmenni nagyon? Hogy ne tudnék, tavaly is voltam. Tavaly is voltál, jó? Persze. Én nagyon szeretem az ilyen kis... Jó, hogy aktív újságíró is vagy közben párhuzamosan? Jó, nagyon jó. Azért, mert nem felejtem el azt, hogy mire van szükségük az újságíróknak. Uh-huh. Tényleg. Tehát, hogy hozzám nem tud senki nagyon... Tehát egészen hülye kérdéssel sem tudnak hozzám fordulni. Könyörgöm, mesélj! Mesélj! Mit kérnek ezek? Mit kérünk mi, ami nehéz? Már mindenféléket. Otthon hagytam a szekrénykulcsomat, benne van a laptopom. Na jó, hát ezt felfeszítitek. Hát igen, de hát azért kell egy ember egy pajszerrel, aki felfeszíti. Nem, amúgy van pótkulcsunk, nem kell pajszer. Hogy kezelsz valakit, aki nem tartja be a szabályokat? Odaállítod valakihez, és azt mondod, hogy 2 kérdezel, és az illető már a 4. kérdezi. És már csíped, már integetsz, már bármit csinálsz, és nem hagyja abba. Én nem csípem, hanem legközelebb nem jöhet oda az interjúra. Nem. Közben nem, az a sajtófőnök nem szerepel, ez egy óriás tévedés. Uh-huh. Tehát, hogy az nem olyan, mint a túlmozgásos labdarúgó játékvezető, aki ott integet, meg hadonász, meg nem tudom, közben beleszól. A sajtófőnök nem szól bele közben. Ha nem nagyon nagy állatságot mond valaki, akkor a sajtófőnök az nem szól bele, az nem avatkozik, csak hátulról figyel. Uh-huh. A háttérből.
De azt megjegyzed. És én sosem titkolom el, mert én nem tartok haragot, ez hülyeség szerintem, hanem ha valami nem úgy van, ahogy kértem, akkor én megbeszélem. Akkor behívom az illetőt az irodámba, négy szem közt nyilván nem nagy nyilvánosság előtt, és megbeszélem, hogy figyelj, ez nem volt jó ötlet, és kérlek, hogy legközelebb ne csináld, mert nem ezt beszéltük meg, és akkor hogy bízzak benned a legközelebbi alkalomkor. És akkor megy minden tovább, úgy, ahogy addig. Van ilyen azért sajnos, de nem túl sok, hál' Istennek elég. Lehet, hogy azért, mert újságíró voltam, és hogy tudják, hogy így mit írtam össze-vissza a 27 év alatt, de hogy nem, így van, hál' Istennek van respektem, pedig nem vagyok félelmetes, de még így is van. Jó, hát az vagy van valakinek gyárilag, vagy nincs. Úgyhogy abszolút rendben van. Melyik csapattal tudsz a legjobban együtt dolgozni? Van kedvenc csapatod a Forma 1-es csapatok közül? Gondolok itt akár a sajtósokra. Mert ez nem lenne sportszerű, hogyha erre a kérdésre válaszolni. Ha kedvencet mondasz, az nem bántja meg a többieket. De nem muszáj. Én nagyon-nagyon szeretek a Red Bullosokkal dolgozni, nagyon együtt. Ez elképesztő, hogy mindenki őket mondja. Nagyon-nagyon. Könnyű velük. Nagyon könnyű velük, mert ők tudják, hogy a saját érdekük is az, hogy szerepeljenek, vagy hogy nem tudtam olyat kérni, tehát jött valami híresebb magyar sportoló, aki mondjuk nekünk fontos volt, akkor nem tudtam olyat kérni, hogy nem működjenek együtt. Uh-huh. Soha. Ferrari? Hát a Ferrari-tól azért tudtam olyat kérni, hogy nem működjenek együtt, de véletlenül őket kedvezem. De én nagyon kedvelem amúgy őket is, és a sajtós csapatukat például kimondottam meg. Hát nyilván ugye azért már elég öregek vagyunk a szakmában, és ha valaki nem ismer, mint sajtófőnök, mondjuk most már olyan nincs, hál' Istennek, de az elején volt olyan, akkor ismert, mint újságíró. És akkor ezért volt könnyebb őket megközelíteni, de az biztos, hogy ők a pilotáikat azért nem adják könnyen. Nem. Hát még úgy is, hogy ugye Sylvia Hoffer ott már 4 éve a főnök, aki azért került oda, hogy lazább legyen a Ferrari, de még ő se tudott akkorát lazítani rajta. Igen, a Ferrari nem laza. Nem laza. Mercedes? Nekem a Mercedes-szel könnyű. Könnyű? Könnyű, aha, igen. Mi annak ellenére, hogy az utóbbi években ugye egyeduralkodók voltak, és azt hitte az ember, hogy majd megváltozik valami, mint ahogy például szerintem Vettel egy picit megváltozott. Jó vagy rossz irányba? Ez nem irányok, inkább csak az, hogy amikor még kicsi volt és nem volt világbajnok, akkor nem akarták szétszedni, és akkor szerette ezt a csillogást, meg a szereplést, aztán utána világbajnok lett ugye nem is egyszer, és akkor egyszerűen annyira nagy érdeklődés vetült rá, hogy ezt már nem tudta ugyanúgy kezelni, mint a korábbiakat, meg talán nem is akarta. Tehát, hogy sokkal az figyelhető meg, hogy a ilyen kisfiúk, de most nem korra gondolok, hanem hogy aki még így nem ért el semmit, az ilyen nagyon cukin figyel, és akkor az összes kérdésedre úgy válaszol, hogy érzed, hogy van benne törődés, és amikor pedig elkezdenek sikeresek lenni, akkor így, és tisztelt a kivételnek, mert van, akinél nem, de akkor elkezdenek jönni a sablonválaszok. Nem? Így újságban. De. A mennyiséggel romlik a minőség. Tényleg, ez egy olyan fura dolog, hogy igen. És ez úgy fura, hogy mivel én is már elég régóta vagyok utazó riporter, vannak versenyzők, akikkel újoncként is beszéltem, és amikor már nagyobbak lettek is beszéltem, és egyszerűen látszik a különbség, hogy akkor csak 70 kérdésre kellett válaszolnia egy nap, most pedig 470-re kell, és egyszerűen nem marad benne, már kreatív energia nem marad benne. Meg szerintem azon is múlik ez, hogy, és ezért szeretem például a csoportos interjúkat, hogy ne kérdezze meg mindenki ugyanazt, mert az nagyon unalmas. Igen, de ez meg, hagyd védjem meg a tévéseket, hogy ez borzasztó nehéz, mert nekem a munkámnak az egyik legnehezebb része, amikor kitalálok egy konkrét kérdést, és tudom, hogy arra épül fel a tudósítás,
És a hülye Ted Kravitz megkérdezi ugyanezt mellettem. És az van, hogy kétfajta riporter van, van az, akit ez nem érdekel, és megkérdezi újra, de én kifejezetten ígőnek érzem, hogy miután mellettem a Ted megkérdezte, vagy a Will Buxton feltette ugyanazt a kérdést, amit én szerettem volna, egyszerűen nincs pofám ugyanezt megkérdezni mondjuk a Lewis Hamiltontól, és akkor van 14 másodperced, hogy kitalálja egy olyan kérdést, ami nem ugyanaz, amit ő mondott, de mégis abba az irányba fordítod a beszélgetést, vagy a választ, amit szeretnél. Szóval ilyen tekintetben abszolút igazad van, hogy borzasztó nehéz, hogy ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolni, de tudni akarják a dél-amerikaiak is, hogy milyen volt a gumi, tudni akarják az európaiak is, meg tudni akarják az ázsiaiak is. Mind a háromnak el kell mondani, hogy milyen volt a gumi, hiába van közte 5 másodperc különbség. Persze, tehát persze. Ez egy ilyen nehéz dolog, ezt nem szeretem. Igen, meg én nem is a szakmázásról beszéltem egyébként, hanem hogyha azt mondják, hogy neked van 5 perced, vagy 10 perced a Max Verstappennel, akkor kérdezz olyat, ami érdekes, vagy kérdezz olyat, amivel kizökkented. Abszolút, Vagy kicsit próbáld meg kibillenteni, mert akkor jobb kedve lesz. Tehát, hogy ez így újságíróként tapasztalat, vagy tényleg egyszer nagy nehezen sikerült összehozni egy interjút Laudával. A Zsoldos Barna kollégám szervezte, és mondta, hogy gyere már, mi ezt ketten tudjuk jól. És akkor így előadtuk a szokásos, én a kis szőkét, aki outsider, de hát nyilván nem, de azért én ilyenkor mindig azt játszom, Barna meg, aki mindenhez ért. És akkor leültünk, és nem tudom, vártunk 3 éve erre az interjúra, és akkor azt mondta a Lauda, hogy na gyerünk, de gyorsan. Mm. És így mondtam, hogy én egész életem, de tudod, akkor nem kellett játszanom a szőkét, mert így kijött belőlem, hogy én egész életemben erre vártam, hát ez ne legyen már gyorsan. És akkor így Laudának egy picit így leesett az álla, és így a Barna közben belém rúgott az asztal alatt, hogy ezt nem kellett volna, mert majd mindjárt elmegy a Lauda, és akkor mondta Lauda, hogy ez tényleg? Mondom, tök tényleg. Tehát, hogy én erre évek óta várok erre, hogy egyszer leüljünk. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és mindenféléről beszélgettünk, de hogy akinek kell fönt lenni a Facebookon, szerinte csak a Hamiltonnak, mert ő neki van annyi sztoria, meg ő érdekes eléggé, meg az ő élete tényleg olyan csillogó, nem kell megjátszani, miközben a gyerekek meg lefényképezik magukat az új ruhába, az áruházban, és akkor a másik gyerek meg azt hiszi, hogy ő mennyire nyomorult, mert neki nincsen, és hogy a gyerekeit nem fogja engedni, és tehát, hogy minden olyan témáról beszélgettünk, ami így eszembe nem jutott volna, hogy majd Niki Lauda el fogja nekem mondani, hogy mit gondol a Facebookról. És ezért mondom, hogy amúgy néha az őszintesség, meg néha egy olyan kérdés, vagy egy olyan, nem is kell kérdés, csak egy megnyilvánulás, amit így kiváltja belőle az emberi reakciót, az tök sokat számít abból a szempontból, hogy az interjú jó lesz, vagy nem. Hogyha valakit meg kéne győzni, hogy a te pályádat válassza, mondjuk egy mostani gimnazistát, akkor mi a legszebb ebben? Az, hogy 27 év után is tudok kíváncsi lenni. Hogy le tudok ülni úgy egy emberrel, akár 250-szer is, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond. És felteszek kérdéseket, és nem csak felsorolom egy papíron, hanem hogy érdekel a válasz. Hogy érdekelnek az emberek. Milyen érdekes, hogy átcsúszott az újságíró éned. Aha. Tehát, hogy ezzel el is döntöttük, hogy ki dominál benned. Ja. Nem, hát hogyha azt kéred, hogy szervezzek valamit, akkor azt is megcsinálom. Tehát, hogy nem fel probléma, de szeretem az ember, szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem azért fordulnak bizalommal az újságírók is hozzám, mert tudják, hogy komolyan veszem a kérésüket, meg a problémájukat, és nem tudnak olyat kérni, amit a legjobb tudásom szerint nem próbálok megoldani. Hol látod magad 15 év múlva? Jézusom! Nem is megkérdezik, úgyhogy én tovább dobom ezt mindent. Nem tudom. Ezt nem szeretem, ezt a kérdést, mert nem azért, mert nem látom magamat 15 év múlva, hanem rossz emlékeket ébreszt. Egyszer Richard Burns-től megkérdeztem, hogy látod magad 5 év múlva, és a következő évben agyrákja lett és meghalt. És soha azóta nem kérdeztem meg. Az, hogy mit tervezel, vagy milyen terveid vannak rövid, hosszú távon, azt igen, de ahogy látod magad, az valahogy ilyen belém égett, hogy azt soha többé nem kérdeztem meg senkitől. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz 15 év múlva, de jó lenne, ha ennyire élvezném, mint azt, amit most csinálok.
Ez volt a Pedok Podcast legújabb adása. Remélem, ma is kellően izgalmas és érdekes történeteket meséltünk nektek. Ne felejtjetek feliratkozni, elértek a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appjában, és természetesen a Box utca Facebook oldalán. Vigyázzatok magatokra, hamarosan új résszel jelentkezünk. Sziasztok!